Yeah, this one's for Gabby. Természetben, mivel a természetvizek mindig is tartalmaztak ásványi sókat. A sóknak köszönhetjük a tengervizet, az üdvesós vizet, míg az édesvizet. A tiszta édesvizet ivóvízként használjuk. A vízi általani szerepe rendkívül sokrétű az ember szervezetében. Tisztasítja a vérkeringést, szabályozza a vérnyomást, lehetővé teszi a tápanyagok oldását, stressz, kiúdását és szállítását. Befolyásolja a vér összetételét, visszabályozó szerepével biztosítja a szervezet állandó belső hőmérsékletét. Az emberi test legnagyobb rész vízből áll. Az életkor előrehaladásával ennek aránya csökken. A csecsemő szervezete 80%, a felnőtt témát csak 60%, az idős szervezet pedig mindössze 50%-ban tartalmaz vizet. Ennek a csökkent vízmennyiségnek kell ellátni a folyadékkal testünk minden részét. Ezért sportolás vagy egyéb nagy erőkifejtés után pótoljuk az elveszett mennyiséget. És milyen sportra gondoltam? Például kajakozásra, úszásra, vitorlázásra, búvárkodásra, horgászásra, vagy csak egy jó hosszú futásra. To where you find me, oh, somewhere over the rainbow, bluebirds fly, and the dream that you did to, oh, why can't I? Trees of green and red roses too, I'll watch them bloom for me and you, and I think to myself, oh, of day, I like the dark, and I think to myself, what a wonderful world. Yes, you are sick. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are so impressive of people passing by. Lemon drops high above the chimney top, that's where